Szeretettel köszöntöm Önöket Bartók Vonós négyeseit bemutató sorozatunk harmadik részében, amikor is a harmadik kvártettről fogunk beszélgetni. Hadd kezdjem egy kis történettel. Nagyon kedves barátom felvételizett a zenetudományi tanszakra. Akkoriban még csak 2 évenként indult a tanszak, de őt ebben az interregnumban is egymagában felvételiztette a tiszteletre méltó nagy tudású professzorokból álló grémium, és ennek a felvételi vizsgának a 15-ös teremben egy része volt, hogy elibétettek egy partitúrát, és megkérdezték, hogy mi ez. Az én kedves barátom volt olyan felkészült, hogy látta, hogy ez bizony egy Bartók Vonós négyes. Én nem biztos, hogy 18 éves koromban fölismertem volna kottakép alapján, de azt nem tudta megmondani, hogy melyik kvártett, mire Újfalusi tanár úr megszólalt: nézze meg, milyen vastag a kotta. A kotta vékony volt, és ettől az információtól az én kedves barátom rájött, hogy ez bizony a harmadik kvártett. Tudnilik, a harmadik vonósnegyes Bartók legrövidebb kvártettje. Ugye hallottuk már az elsőt, ez több mint egy fél óra, a második is megközelíti a fél órás terjedelmet, de ez a harmadik, ez egy bő negyed óra, 15-16 perc. Ha már ilyen rövid ez a kvártett, akkor ezt arra használjuk föl, hogy kétszer is meghallgatjuk a mai délután folyamán. Mindjárt azzal kezdjük az ismerkedést, hogy teljes egészében meghallgatjuk a művet. Thank you.
Ennek a formának, amit választottunk, hogy előbb elhangzik a teljes mű, aztán a beszéd róla, aztán majd megint a teljes mű, persze megvan az a nagy hátrány, hogy az embernek szinte nincs is kedve megszólalni, inkább meghallgatnánk még egyszer, meg még egyszer a darabot, talán az lenne a legtöbb, de hát azért mégis ne rettenjünk meg a feladattól, hogy szavakkal is megpróbáljunk közeledni ehhez a műhöz. Akik emlékeznek az első és a második vonós egyesre, biztosan föltűnik, hogy ez a harmadik kvartett egy más világ. Nyersebb, diszonánsabb, keményebb, rövidebb elemekből építkezik. Persze a drámai erő az ott van benne, különös a formája, talán azt is halljuk. Egységes lefutású mű, tehát kirajzolódik ugyan négy különböző tétel kontúrja, de ezek egybe komponálva, megszakítás nélkül, így mondják ezt szaknyelv, vagy attacca kapcsolódnak egymáshoz. Egy kicsit bután vagy ügyetlenül fogalmazva mondhatnánk, hogy Bartók zenei nyelve modernebb lett, de különös módon ez a modernség azzal jár, hogy a népzenei ihletés, a népzenei részek azok még erősebben érezhetőek, mint akár az első, akár a második kvartettben. Tehát korszerűség és a népzenei ihletése egyszerre van jelen ebben a műben. 10 év telt el a második vonós egyes befejezése óta. 1927. szeptemberében fejezte be Bartók a folyamat fogalmazványt, akkor komponálta meg a darabot és húzta meg a kettős vonalat. Föl kell tennünk a kérdést, hogy mi történt ebben a 10 évben Bartók életében és művészetében egyaránt. Elképesztően sok minden. Nagyon eseménydús volt ez a 10 év, nem csak életrajz szempontjából, hanem a kompozíció történet szempontjából is. Tehát 1918-ban végre bemutatta a Magyar Királyi Operaház a Kékszakállú Herceg várát. Emlékszünk, hogy Bartók depressziójának ez volt a fő oka, hogy már 11 óta az asztalfiókba hevert ez a főműve. A fából faragott királyfival együtt, tehát megtörténik 18 májusában a bemutató. Közben elkezdik komponálni harmadik színpadi művét, a Csodálatos mandarint, 18-19-ben be is fejezi, ez azt jelenti, hogy a particellát írja meg, tehát a hangok már mind megvannak, de a hangszerelés, a teljes nagy partitúra az még várat magára, ez csak jóval később 24-ben fogja befejezni. Aztán itt jön 1919, a Tanácsköztársaság viharos napjai, amikor Kodállyal és Dohnányival együtt a zenei direktóriumban Bartók is szerepet vállalt. Igazából a terveken kívül nem sok mindenre jutott ez a kezdeményezés, aztán később annál több kellemetlensége támadt neki is, Kodálynak is, Dohnányinak is a Tanácsköztársaság zenei direktóriumában való részvétel miatt.
Aztán ez az időszak, nemrég olvastam egy Trianon könyvet, és nagyon elevenen elénk hozta annak az időszaknak a mindennapjait. Bartók is átesett például a spanyolnáthán, ez most a pandémia idején nagyon aktuális, súlyosan megbetegedett, de szerencsére fölgyógyult és túlélte azt, amit olyan sokan nem. Aztán azok a 19-20-as évek elég szörnyek voltak, gyakorlatilag éhezés, vagy hát a minimális ennivaló volt akkor Magyarországon, nagyon szerény körülmények, Bartók néha bejött Kodályékhoz a Rákoskeresztúri házából, mert Kodályéknál legalább jó volt a fűtés. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és aztán jött Trianon traumája, amit Bartók elsősorban azért élt meg nagyon nehezen, mert elszakítatott az erdélyi és a felvidéki gyűjtőutak lehetőségétől, és ekkor emigrációs terveket is fontolgatott, és nagyon érdekes az emigrációnak a két lehetséges célpontja, ez vagy Anglia, vagy Erdély, ami akkor már Romániába tartozott. Ezt csak azért mondom, hogy végképp nem az egzisztenciális jólét mozgatta Bartók emigrációs gondolatait, hanem az, hogy Erdélybe valahogy mégiscsak visszamenjen, még akkor is, hogyha már román fennhatóság alatt van, hogy hát a népzenei munkáját tudja folytatni. Aztán ebből semmi sem lett, de nagyon érdekes, hogy amikor két hónapig 1920-ban Berlinben volt, akkor fölreppent a pletyka, hogy hát nem fog hazajönni. Tehát aztán hazajött. 1920-ban megkomponál egy nagyon fontos zongoraművet, az improvizációkat, amelyik a legfejlettebb stílusban ötvözi az igazi népzenét, a népdalfeldolgozást a saját zenei anyaggal. És aztán ugyancsak nagyon fontos a 22-es és 23-as év, amikor a 22-es évben az első és a második szonátát megírja hegedűre és zongorára. Egyébként 21-ben, amikor Bartók 40 éves, akkor már a zenei világ tudja, hogy ki ez a zeneszerző, tehát a maga ragján kezeli. És az említett első-második hegedű szonáta, pontosabban már az első bemutatója, valahogyan a nemzetközi hírnevét is nagyon-nagyon emeli. Volt egy nevezetes londoni, majd egy még nevezetesebb párizsi előadás, és aztán Párizsban zeneszerző körben eljátszották Arányi Jellivel ezt a szonátát, egy olyan esten, ahol Ravel lapozott Bartóknak, Mio lapozott Arányi Jellinek, Poulenc, de ott volt Stravinsky, Simanovsky, tehát tényleg Schönbergen kívül az akkori zenei világ, a kompozíciós nagyságok mind ott ültek egy teremben, és mindenki lelkesedett Bartók első szonátájáért és Arányi Jelli játékáért. Aztán 23-ban ez a siker megismétlődik a második hegedű zongora szonátával, tehát Bartók egyre elismertebb és egyre inkább benn forog a neve Európa zeneszerzésének az élvonalbeli mesterei között. 1923 más szempontból is fontos, ez az az év, amikor fölbontja a házasságát első feleségével, Ziegler Mártával, és elveszi Pásztori Dittát. És 1923 még azért nagyon jelentős dátum, mert ugye Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulója, a rossz fiúk idézőjelben az akkori politikai elit számára nem nagyon szeretett zeneszerzők, Bartók, Kodály és Doknányi kap felkérést, hogy művet komponáljon az ünnepi koncertre, hiszen ők a legnagyobbak, ezen a politikai ellentét sem kisebbíthet, és akkor erre írja a Tánczvítet, amelyik hát elég gyalázatos előadásban hangzott el 23. novemberében, viszont utána, különösen egy 1925-ös bemutató után, amikor Václav Talich Prágában vezényli, a Diadal útjára indul ez a mű, 25 és 27 között 57 előadást ér meg, ez több, mint amit addig Bartók bármely szimfonikus műve megért az utóbbi 20 évben. Tehát egyszerűen sikeres, befutott zeneszerzőnek számít immár Európa szerte. 1923 után bekövetkezik egy hallgatása a kompozíciók terén. 24-ben persze van mit csinálnia, mert mint említettem, akkor fejezi be a csodálatos mandarin hangszerelését, ami egy hatalmas munka, és egyébként egyetlen kompozíciót, a szintén nagyszerű Falunt énekhangra és zongorára ekkor írja szlovák népdalokra. De 25-ben tényleg nem ír semmit. És aztán, mint egy ilyen nagy hallgatás esetében mindig, egy áradó bősége támad az invenciónak, a 1926-os év, amit a zongorás évnek is neveznek Bartók életművében. Közben Stravinsky Budapesten jár, Bartók is hallgatja a koncertjét, darabjait, és ekkor részben ennek hatására komponálja saját zongoraműveit, a zongoraszonátát, a szabadbant, a 9 kis zongoradarabot és az első zongoraversenyt. Tehát elfoglalta a helyét Európa legnagyobb zeneszerzői között,
naprakészen tájékozott arról, hogy mi történik a nagyvilágban, és valahogy elhelyezi magát a legnagyobbak, Schönberg, Stravinsky, Ravel és a többiek társaságában. A harmadik vonós négyes keletkezési történetihez nagyon intenzíven hozzátartozik ez a nemzetközi színtér. Közvetlenül a kvartett komponálása előtt Bartók németországi koncertturnén járt. Frankfurtban az Új Zene Nemzetközi Társasággal egy fesztiválján a saját első zongora versenyének a bemutatóját játssza, a zongora szólamot. Egyébként Furt Wengler vezényli ezt a bemutatót. Utána Baden-Badenben, a Deutsches Kammermusik Festen pedig a zongora szonátáját játssza el, szintén maga a zeneszerző, és ez volt az a koncert, aminek egy másik műsorszáma nem más, mint Alban Berg lírikus szvítje, amelyik hát a 20. századi kvartett irodalomnak egy nagyon-nagyon fontos, fantasztikus műve, szintén 26-os keltezésű, és talán ez a darab, ez az élmény nagyon sokat jelentett Bartók számára, hogy hát hazatért és azonnal egy kvartett komponálásába fogott, ami aztán 27. szeptemberére el is készült, és hogy ezt a nemzetközi palettát teljessé tegyük, Bartók ekkor nagyon intenzíven koncertezik, itthon és külföldön, egész Európát bejárja, és 27. decemberében egy több mint két hónapos, sőt, hát majdnem három hónapos amerikai turnéra indul, magával viszi a harmadik kvartettnek a kottáját, és beadta egy zeneszerző pályázatra, egy filadelfiai zenei alapítvány pályázatára ezt a művet. Aztán sokkal később derül ki, hogy meg is nyeri ezt a pályázatot, megosztott díjat nyer Kazellával együtt. Minden esetre ez a nemzetközi szintér, tehát mindvégig ott van a harmadik kvartett mögött. És hogy ezt befejezzük, annak egy szép lekerekítése, hogy amikor a második előadása elhangzik ennek a műnek, a Kólis kvartett előadásában, 1929. februárjában, akkor ugyanabban a műsorban ismét elhangzik Berg lírikus szvítje, tehát a korabeli kvartett termés két óriási darabja egy koncerten. Mielőtt a bogarászást, a zenei elemzést elkezdenénk, azért nagy vonalakba hagy villancsan föl, tulajdonképpen annak a magyarázatát, hogy miért adtam ennek a mai előadásnak azt a címet, hogy játék a formával. Nagyon különös ez a zenei forma. Hallottunk egy lassú tételt, majd egy gyors tételt, és utána, ezek egyébként egyenként kb. 5-5 perc terjedelműek, és utána következik még két anyag, egy lassú, amiben hát úgy földereng a első lassú tételnek a zenei anyaga, és egy fantasztikusan kezdődő második gyors kóda, és gyakorlatilag a darab harmadik 5 perce, tehát a darab utolsó harmada összefoglalja mindazt, amit az előző két tétel elmondott. Persze nagyon érdekes ezt megfigyelni, hogy hogyan teszi mindezt. Érdemes összevetni a harmadik vonós négyes kezdetét, az első taktusait a 10 évvel korábbi második kvartettével. Vannak hasonlóságok és különbségek. Hasonlóság, hogy hát teljesen egyértelműen, hagyományosan kíséret és dallam alakul ki a három alsó hangszer és a primárius szólama között. A második kvartettben teljesen elválik az első hegedű dallama, amely alá a másik három hangszer izgalmas harmonikus hátteret varázsol. A dallamnak és a kíséretnek ugyanez a szereposztása megvan, ugyanúgy megmarad a harmadik kvartettben is, de ha lehet, itt még izgalmasabb az a hangzás, azok a fekvő tartott akkordok, amelyek fölött kibomlik a dallam. Nézzük meg először, hogy miből ered a kíséretnek ez a fantasztikus, titokzatos hangzása. Ugye ezeket a hangokat halljuk. Hogyha ezt a négy hangot összehozzuk egy lágéba, egy hangterjedelembe, akkor ezt tapasztaljuk. Thank you.
ezek szomszédos hangok, kis szekundok úgy mondjuk, azért bizsereg úgy ez a hangzás a fülünkben, azért ilyen titokzatos, egyébként a szordínó, a hangfogós hangzás is hozzájárul ehhez. Na most nem kevésbé érdekes, és szintén különbözik a második kvartettől, hogy mi az a dallam, ami e fölött a fantasztikus kíséret fölött kibomlik. Hát a dallam ugye így hangzik. Mindjárt az eleje nagyon érdekes, minthogy tapogatózva, körbejárva a kromatikus skálát, a félhangokat töltené ki Bartók, és egyébként valóban az a három frázis, amit eljátszottam, egybevéve a kíséret négy hangjával, megszólaltatja mind a 12 hangját a kromatikus skálának. Tehát ezt a fajta hangképzést ezt a zenetudományi irodalom ilyen komplementer kromatikának nevezi. Ez azt jelenti, hogy tehát tudatosan összeválogatva ezeket a hangokat kitöltse a rendelkezésre álló teret ezekkel a kis szekund lépésekkel. Hogyha valaki ilyen dallamokat improvizál a zongorán, akkor ez mindjárt nagyon Bartókos hatású lesz. Ez egy végtelen jellemző stílusjegye Bartóknak a későbbi évtizedekben. És ez a fajta dallamképzés igen erősen hatott Ligeti Györgyre, aki az első vonosnegyese megkomponálása idején, 1953-54-ben bármennyire igyekezett megszabadulni a Bartók hatástól, azért még nagyon erősen a hatása alatt maradt. Úgy is szokták emlegetni ezt a kvártetet, mint a Bartók hetedik kvártetje. Hallgassuk meg, hogy hogyan épít dallamot Ligeti. Ő egy kromatikus skálából alakítja ki ezt a zsongó hátteret, és e mögött, vagy e fölött ugyanilyen kromatikával, ugyanilyen komplementer dallammozgással bontakoztat ki egy ilyen szervesen kifejlő dallamot. Azt hiszem önmagáért beszél ennek a két részletnek az összevetése. Egyébként ezt a fantasztikus atmoszféra teremtő erejű zenét úgy nevezte Ligeti, hogy éjszakai metamorfózisok. Ez az alcíme az első kvartettnek. Visszatérve Bartókhoz, ezután a nagyon izgalmas kromatikus komplementer hangütés után és a 12 hangnak a megjátszása után egy egészen más világ következik, mint hogyha egy népdal fordulatot, egy három hangos népdal egy kis motivumát hallanánk, ebből fejlik ki a következő szakasz, persze ez a három hangos motivum aztán fejlődni kezd. Nézzük meg tüzetesebben egy kicsit, mint nagyító alatt ezt a szakaszt. Ez a háromhangos motívum, amit ilyen népdalszerű motívumnak neveztem, ezt Kárpáti János, a Bartók kamaraműveknek a nagyon-nagyon alapos elemzője, azt mondja, hogy ez a dallamfordulat tulajdonképpen nem más, mint az első kromatikus témának a hangközei kitágításából kialakult dallam. Tehát ugye ebből, hogy lesz ez, hogy ez persze mondhatná bárki, hogy
belemagyarázás. Miért gondolnánk, hogy genetikai összefüggés van a szűkjárású dallam és a népdal motivika között, hogyha Bartók maga nem erősítené meg Kárpátinak a felismerését? Tudnék, Bartók 1943-ban, amikor a Harvard előadásokat megtartotta és saját zenéjéről is beszélt, akkor pontosan arról beszélt, hogy milyen fontosak számára a hangköz kitágításnak a módszerei. Idézem ezt az előadásrészletet. Az én új eljárásomat a téma hangterjedelembeli kitágításának lehetne nevezni. A tágítás céljára bármely hangsort kiválaszthatjuk. Mint látni fogják, a tágítás alapvetően megváltoztatja a dallam karakterét, néha annyira, hogy alig ismerhető föl a kapcsolat az eredeti, nem tágított formával. Többnyire az lesz a benyomásunk, mintha egy egészen új dallammal találkoznánk. És ez nagyon jó, mert egyrészt változatosságot biztosít, másrészt zavartalan marad az egység a két alak közötti rejtett kapcsolat révén. Tehát bizony ebben a darabban rengeteg ilyen hangköztágító folyamatnak lehetünk majd a tanúi, és ez nem belemagyarázás, hanem Bartók egyik nagyon kedvelt módszere, amit tudatosan alkalmaz. Érdemes azt is megnézni, hogy hát hogyan rakja föl ezt a nagyon egyszerű, népdalszerű három hangot. A második hegedű egészen szorosan követi, utánozza az első hegedű háromhangos motivumát, elindul egy ilyen imitáció, de Bartók a két szólamot nagyon gondosan helyezi el, olyan távolságban, olyan hangfokról indítja, mint hogyha két külön hangnemben mozogna. Ez az ilyen szinte bitonális, kettős tonalitású terület arra lesz jó neki, hogy a két szólamot a lehető legélesebb diszonanciákban ütköztesse. Ez a, majd hallani fogjuk, aki esetleg nem is jártas efféle fogalmakban, hogy mennyire fületborzolóak ezek a surlódások a két szólam között. Az egyik hangszer a tritónusz, a másik pedig a kisszekund, tehát két kifejezetten diszonáns hangköz. Most kinagyítom bizonyos pillanatait ennek a két hegedű szólamnak. Itt van egy kisszekund, aztán... Megint egy kis szekund, még egy kis szekund, most egy tritónusz, egy másik, és így tovább. Tehát a lehető legdisszonánsabb, legérdesebb módon ütközteti ezt a két szólamot. Megfigyelhetjük a motivum tágulást máshol is, például a cselló motivumaiban, ugye, ahol először ezt halljuk, majd, tehát halljuk, hogy egyre tágulnak a hangközök. És végül, hogy lássuk, hogy mennyire minden abból az ős dallamból, abból az ős sejtből bontakozik ki, amit a mű legelején megismertünk, még ez a furcsa ingázó formula, ami itt az első hegedű szólamban megjelenik, ennek is megvan az eredetie az első témának, a kerettémának a harmadik frázisában. Tehát minden ebből az ős gondolatból bontakozik ki. A folytatásban ismét föltűnik ez a kerettéma, amit a mű legelején megismertük, és egy csöndes zárlatba torkollik, és akkor kiderül erről a háromhangos népdal motivumról, hogy ez egy jelentős építőanyaga lesz a tételnek, harsányan kitör, és most már helyet kér magának, a brácsában és az első hegedűben lép be. Itt is a hangközei tágulnak, megfigyelhetjük ezt a folyamatot, és a végén a négy hangszer erőteljes akkordokban egyesül, szinte szájba rágja, emblémaszerűen a hallgató elé tolja, hogy ez a három hang, ez a lényeg. Thank you.
nem lehet mondani, hogy Bartók ne játszana a nyílt kártyákkal, ennyire kiteregeti a lapjait, és elénk tolja a fő építőanyagát, ezt a háromhangú motívumot. Az egész tételnek egy csodálatosan szerves építkezése figyelhető meg. Ennek egy következő tanújele az lesz, hogy az a háromhangos motívum, amit a szemünk láttára növekedett főszereplővé, ez a következő szakasz kíséretévé válik, a brácsába és a csellóba kerül, ez a két hangszer ismételgeti ezt a három hangot, mint egy mániákusan, osztinátónak hívják a zenei szaknyelvben ezt az ismételgetést, és persze a brácsa és a cselló megint úgy van elhelyezve, hogy füled birizgáló bitonál is hatása legyen ennek a két szólamnak egyidejűleg. Emögött a kíséret mögött pedig egy nagyon különös zenei anyag kell életre, apró zörejeket, finom kis zajokat, neszeket hallunk, mint hogyha a rovar világ elevenedne meg, vagy mikroszkóp alatt látnánk mikroorganizmusok életét. A hegedű sajátos effektusa is hozzájárul ehhez a zörejhez. Szulponti cselló, tehát a kurláphoz közel, szó szerint ugye a hidacska fölött kell játszani, és emiatt a magasabb felhangok felerősödnek, ettől támad ez a zizegő, különös fényű hangzás. És mindezt az is aláhúzza, hogy a két alsó hangszer viszont hangfogóval, tehát szordinóval játszik. Ez az egész rovarzene, vagy zörejzene egy előző évben komponált nagyon fontos darab, ugye az említett Szabadban sorozatnak egy emblematikus tétele, az Éjszaka zenéje. Bartók onnantól kezdve egy egész típust fejleszt ki, és számos művében ezeket az effektusokat, ezeket az zörejeket használja majd innen. Ennek a pillanatnak az a jelentőség, hogy itt vonós hangszereken először használja ezt az Éjszaka zenéjét, és ugye vonós hangszerek színgazdagsága sokkal gazdagabb, mint a zongoráé, ezért olyan fantasztikus ez az effektus zene. Hallották, hogy amint kiszállt az osztinátó kíséret az alsó szólamokban, abban a pillanatban ez az effektus zenének tűnő valami nagyon fájdalmas, feszült fölkiáltásokká fokozódik. Ezután az éles, fájdalmas hangzás után egy sokkal lágyabb, érzelmileg telítettebb pillanat következik. Az elemzők nem mulasztják el figyelmeztetni az olvasót, hogy itt a szonáta formában a melléktéma következne, ami hát legalábbis a Beethoveni formákon kidesztillálódott forma felfogás szerint az egy ellentétet hoz, méghozzá egy líraibb pillanatot. Megszületik ez a lírai pillanat ebben a melléktéma helyén álló funkcióban. Az egyes hangszereknek az önálló mozgatása, a polifóniája, a gesztusok lehajlása, mindez tulajdonképpen nagyon is emlékeztet az első vonós négyes kezdetére, csak ott egy gyászének bontakozik ki, itt pedig egy érzelmes, lelkesült pillanat. Egymásnak adogatják a motivumot a négy hangszer, és négyes hangzatok állnak össze ezek a motivumok. Elkövetkezik egy olyan szakasz a zenei formának ezen a pontján, ahol kezdetét veszi egyfajta küzdelem. Ez a dramaturgia megint körülbelül megfeleltethető a hagyományos, megint csak Beethoven művein edzett szonáta formának a kidolgozási szakaszának, amely amellett, hogy a témákat boncolgatja, azokkal kezd valamit különböző módokon, nagyon gyakran ilyen drámai, feszült folyamatokba torkolik. Mielőtt meghallgatnánk ezt az eredeti változatban, hadd mutassam be előre az összecsapás egyik főszereplőjét. A két hegedű ugyanazt játssza, ezt a motivumot. Ugye nem történt más, mint a már jól ismert háromhangos motívum. Még egy hanggal bővül. És hát ez is benne rejlett már a kerettémában, vagy abban az ős gondolatban, amit ilyen komplementer kromatikának neveztem, mert annak a második frázisa így hangzott.
És ez a négy hang, ugye ismerve most már a hangközt tágítás eszközét, ez a forrása ennek. Ez a kis dallamos gesztus, ez a négy hang kerül konfliktusba egy teljesen másfajta anyaggal, pörölycsapásszerű súlyos akkordokkal, egymás mellé vágva a dallami elemek és ezek az akkordok kezdenek egyfajta nagy konfliktusba. Az akkordok 11 hang szól egyszerre, ugye hármas, illetve kettős fogások a hangszereken, mint egy ilyen zsákban táncoló, nehézkes, rusztikus anyag. A népdal motivum megpróbálna szárnyalni, de hát szárnyát szegi minduntal, ahogy beleütközik ezekbe az akkordokba. Ez az egész folyamat egy nagy fortissimo felcsattanáshoz vezet, és ami után egy nagy ellentétként egy szelidebb, lassabban felelgető folyamatban látjuk viszont ugyanazt a négyhangos motivumot, illetve hát annak a kitáguló formáját. Lendvai Ernő egy nagyon érdekes hasonlatot használt, olyan ez, mint hogyha dörömbölnénk egy kapun, ugye az utolsó nagy fortissimo akkord csapásnál, és aztán az hirtelen szeliden kitárul, és hát ez a váratlan gesztus általános tanácstalanságot kelt. Ez a legutoljára hallott néhány ütem, ez a szelíd felelgető szakasz, hihetetlenül jól megkonstruált. Ezt mindjárt fölfejtjük. Megkértem a játékosokat, hogy először mindenki csak ezt a négyhangos motivumot szólaltassa meg a hangszerén. Most még inkább kiritkítjuk a zenei anyagot, és most már csak a motivumok kezdő hangját szólaltatja meg mindenki. Halljuk, hogy ez ugyanaz a hangköz, egy kvártnak a láncolata, 7 kvárt lépés egymás után. Tehát ez a kicsi példa arra jó, hogy még a leglíraibb néhány ütem mögött is, hogyha megpiszkáljuk, gyakorlatilag nagyon-nagyon erős konstrukciós gondolat áll sok esetben, Bartóknál föltétlenül. Most meghallgatjuk majd ezt a teljes szakaszt, a folytatással együtt. A folytatás annál is érdekesebb, mert ez az összecsapás, a dallamosság és a vad akkordok között, ez tovább folytatódik, és egyre élesebb lesz ez a küzdelem. Megint megfigyelhető majd az egyes szólamok ágálásában a hangközök tágítása, a keretek szétvesítése, és most már a dallami elem, ez a négyhangos motivum is egyre elkeseredettebb és hangosabb. Az akkordok rövidülnek, és megint egy sajátos hegedű effektussal, egy ilyen kalapácsütésszerűen a húrokra hulló effektussal, martellátó, mondja ezt a előadó utasítás, töredezett akkordok is megszólalnak. Ezután a beálló pillanatnyi csend után az egész tételnek talán a legkülönösebb néhány üteme következik. Már hallottunk néhány olyan indítást, a csellóban többet is, amikor csúszással, glisszandóval indult el egy-egy motívum.
itt most ez valamennyi szólamon eluralkodik. Megint egyfajta lírai pillanatról van szó, érzelmi telítettségről beszélnek az elemzők, de ez az állandó csúszkálás nagyon különössé teszi a hangulatát. Az biztos, hogy aki csak egyszer hallotta ezt a kvártettet, erre a hangzásra mindig emlékezni fog. De vajon hol tartunk a tétel formájában? Lassan a befejezéshez közeledünk. Bartók vonós négyeseinek dramaturgiájában többször előfordul, hogy a tétel befejezése előtt a fő téma, vagy az az anyag, ami a legfontosabb volt a tétel során, az most egy ilyen megdicsőült, vagy boldog szemlélődő hangon szólal, meg egyfajta idillt varázsol elénk. Egy pillanatra most felidézzük néhány hang erejéig, hogy a második vonós négyesben hogyan is szólt ez az idill. Ez ugyebár gyönyörű, simogató jutalom a sok-sok diszonancia és a sok-sok feszültség után, és tulajdonképpen ugyanez a fajta gesztus, ugyanez az idill, a fontos témának az ilyen megdicsőült változata tér vissza a harmadik vonós négyes első tételének a végén is. Ami visszatér, az nem más, mint ez a háromhangos népdal motívum, amit már láttunk határozottnak, így az arcunk elé tolt emblémaszerű mottónak, láttunk harcosnak, de most szeliden énekel a két középső szólamban, és úgy látszik, hogy ehhez a boldogság hanghoz a pengetett pizzicato most is hozzátartozik, mint ahogy a második kvartettben. Hogy egyfajta visszatérésben vagy reprízben járunk, azt egy másik visszatérő mozdanat is mutatja. Az első tétel eleje táján hallottunk egy hegedű dallamot, mindjárt meg is mutatjuk, hogy akkor az ott hogy hangzott. Ugyanez a szép hegedű dallam hangról hangra visszatér ebben a megdicsőülés jelenetben, a belső szólamokban átszellemülten szólal meg, és varázslatos környezetet von köré a másik két hangszer. De mi lett a tételkezdő dallammal, ezzel a furcsa, szűkjárású dallammal, amit egy csúnya szaknyelven ilyen komplementer kromatikájú témának neveztünk? Eddig összesen kétszer hallottuk, hogy valóban csak arra szolgált, hogy nyersanyaga legyen ezeknek a hangköztágító folyamatoknak? Most harmadszor még egyszer fölbukkan majd, előbb azért nézzük meg, hogy a tétel elején hogy ismertük meg. Amikor itt harmadszor felbukkan, Bartók nagyszerű ötlete, hogy ennek a második frázis végét egy éles, hangsúlyos pizzicatóba torkoltatja,
ami mint egy varázsütésként működik, és erre a varázsütésre kell életre buzog föl a gyors második tétel. Mielőtt ez megtörténne, hadd hívjam fel ennek a gyors kezdésnek néhány elemére a figyelmet. Először is megszólal egy gyors kiszekund trilla a második hegedűbe. Takács Nagy Gábor itt ebben a teremben 2 évvel ezelőtt kurzust tartott, és ezt akkor darázsnak nevezte, ezt a nagyon gyorsan zümmögő trillát. Aztán megszólal maga a dallam, egy téma, egy nagyon erősen népdalszerű cselló téma, amely pengetett akkordokon bontakozik ki, és aztán a brács és a cselló felelgetésében hangzik majd el. És mindezt a hegedű és később más hangszerek is a villanynásnyi skála motivumokkal kísérik, mint egy oda vetül egy-egy fénycsóva erre a folyamatra. Ez egy jó kis téma, ez a pengetett cselló téma, nem? Tehát nagyon derűs, optimista, népi gyökerű gondolat. Volt, aki ezt kifejezetten a fából faragott királyfival, tehát egy pozitív férfi hős világával érzi rokonnak. Fölbukkan egy másik, ugyancsak teljes egészében népi, ihletettségű, népzenei levegőtárasztó téma is, ami karakterében teljesen más. Érdekes, hogy itt megoszlik a két nagy Bartók elemző véleménye, vagy szubjektív benyomás erről a témáról. Kárpáthy János azt mondja, hogy ez egy gördülő karakterű, polimetrikus, barbár néptánc téma. Lendvai Ernő pedig azt mondja, hogy az előző férfias királyfi témához képest ez egy női jellemkép, egy kapricsúzó. Azt teljesen objektíven megállapíthatjuk, mielőtt állást foglalnánk, hogy melyiküknek van igaza, hogy ez egy önmaga körülforgó dallam, egy S tengelyhang körül. Az is nagyon mesteri és szerves, hogy a pengetett cselló téma, amit első témaként megismertünk, ezúttal is kísérletévé válik ennek a második anyagnak. Láttunk már ilyen szerves összekapcsolódást, és ez a darázs trilla is megmarad. Vissza kell térnem az előbbi elemzésekre. Nem tudom, milyen lehetett Lendvai Ernő nőképe, de hogyha ez egy női téma, akkor ez egy elég tűzről pattant menyecske, határozott, veszélyes nőszemély. Mindenesetre ez a forgó dallamosság nem csak ezzel a rusztikus karakterrel, de máskor is nagyon fontossá vált Bartók számára. Az egyik legszebb, szelíd és titokzatos példája éppen a Cantata Profana, ahol az átváltozás misztikus pillanatát kíséri egy ilyen forgó motivika, amikor a kórus azt énekli, hogy erdő sűrűjében szarvasoggá lettek, akkor az erre a dallamra történik. Tehát ezt a dallamot, ez a forgó, saját maga körül, tengelye körül forgó jelleg kapcsolja a Seconda Parte-nek, a kvartett második tételének a vérbő témájához. Ennek a vérbő forgó motívumnak van egy önállósodó része, egy tovább gondolása, tovább fejlesztése, ami még egyértelműbben népi, most már talán hangszeres népi ihletésű, egy tuhaj dobbantós táncban robban ki, és ez a gyors tétel első nagy csúcspontjára futtatja a zenei folyamatot. Ebből a forgó motívumból, most már ne firtassuk, hogy férfias vagy nőies, nagyon erőteljes forgó motívum, egy átvezetés kezdődik.
Először a pengetett kísérletű férfi nyitó témát hozza, és aztán saját tükörfordításával ellenpontozza. Nagyon fantasztikus pillanat az, amikor a két irány egyszerre megszólal, egy alapformula és annak a lefelé irányuló, ellentétes irányú alakja. De mégsem ez a legzseniálisabb fogása ennek a szakasznak, hanem az a lélektani folyamat, hogy Bartók szinte a szemünk láttára tanúivá avat minket, hogy lássuk, hogyan születik meg a harmadik zenei gondolat, fokozatosan formálódik, töredékei már előlegzik, baljós előjelek ezek, a ritmikája, egyes fordulata már megjelenik töredékesen, mielőtt teljes egészében színpadra lép. Valóban színpadi ez a jelenet, ugye a mandari megjelenését előzi meg Bartók pantomimjében ilyenfajta zenei anyag. Bartók nagyszerű dramaturga, hogyan előkészíti ezt a pillanatot. Ez az új téma a brácsában és a csellóban fog először feldübörögni. Az a sajátossága, hogy az egyébként alapvetően páratlan, tehát 3/8-ados lüktetésű metrumot keresztbe töri a maga páros lüktetésével, kicsit hallani fogják majd, mint elefánt a porcelánboltba, úgy robban be ez a harmadik téma. De mi is ez a téma valójában? Valóban új, teljesen ismeretlen, vagy ennek is van valami előzménye? Az elemzők többféleképpen vélekednek, van, aki teljesen újnak gondolja, de akad olyan is, aki azt mondja, hogy ez nem más, mint a tételkezdő pengetett cselló témának a változata. Tehát annak a bizonyos szimpatikus férfi vagy királyfi témának. Az ugyebár úgy hangzott... És most hallgassuk meg ezt a brácsacselló duettet az új formában. Ismerve Bartók folytonos variáló kedvét, talán igazat lehet adni annak a nézetnek, hogy ez bizony ennek a királyfi témának a megvadított, vagy kicsit kevésbé szalonképes, parasztos témája, mint hogy a királyfi egy kicsit megvadult volna, amikor fölbukkan ebben a jelenetben. Ezzel a metrumból kilógó, sántikáló témával aztán nagyon sok minden történik. Egymás utánzó két hangszer kánonjában halljuk az első és a második hegedű, majd a brácsa és a cselló között. Egyre bonyolódik a zenei szövet, már a lefelé hajló megfordítása is fölbukkan, és az egész zenei folyamat egy ilyen lihegő, rohanó, kaotikus állapotba jut. További bonyodalmak, feszültségek, összecsapások után egyszer csak fölbukkan egy teljesen más hangulatú szakaszkezdet. Szinte rá sem ismernénk, de valójában ez a kibontakozó fugátó nem más, mint ennek az önmagában forgó második anyagnak a karakter változata, és annak, hogy ebből egy ilyen kotyogó, ismételt hangokkal díszített alakja alakul ki,
ezért ennek a fugának vagy fugátónak eltévesztetetlenül ironikus vagy vicces hatása van. Bartók sajátossága, hogy miközben mindenfajta ellenpontos trükköt bevezet, és hát a rohanó lendület óriási hatást ad ennek a szakasznak, bevet egy színelemet is, egy bizonyos pontján a témának, megint csak speciális hegedűs effektusokkal, a vonó végével játszott, illetve ezzel a már említett Sul Ponticellóval a láb közelébe játszott effektusokkal a téma színét megváltoztatja, tehát itt nem csak az ellenpontos szövet okoz érdekességet és változatosságot, hanem egyszerűen, mint hogyha elveszteni a színét, és aztán más színben csillan meg ugyanaz a téma, testetlenné válik, és aztán újra látjuk valóságos hangokban. Ezután visszatér a tételt megnyitó pengetett cselló téma is, de közben a háttérben ott kotyog ez a fúgából megismert 16-ot mozgás, és szubjektív benyomásom majd eldöntik, hogy igazon van-e vagy nem, de minthogy ez a cselló téma erőlködne, nagyon akar valamit, valamire tartani, valamerre valamit elérni, de láthatólag nem jut semmire, nem jut végeredményre. Egy egészen különleges pillanathoz érkezünk. Ez a harmadik téma, amit skálázott fölfelé, és olyan duhajul érkezett meg először brácsán és csellón, most összepréselve tűnik fel. Tehát a már többször említett hangköztágításnak az ellentétét látjuk itt. Bartók megtartja a hangközök irányát, de a lehető legkisebb lépésig, kis szekundokig zsugorítja össze a skálát, ez egy folyamatos kromatikus skálázás lesz belőle. Olyan ez, mintha egy lepréselt növényként látnánk viszont a dallamot, olyan fajta lepréselt növényként, amit itt a Bartók emlékházban egy emelettel feljebb sokat láthatunk Bartók gyűjtésében. De egyébként a legutolsó logikus lépést is megteszi Bartók, mert nem csak, hogy kis szekundokká nyomja össze ennek a skálának a hangközeit, hanem a végén már fölismerhetetlenségig összenyomja, ami azt jelenti, hogy egyetlen összefüggő csúszás lesz, csak az iránya marad meg a skálának, fölfelé vagy lefelé, de mindez csúszásban, glisszandóban valósul meg. Ez egy nagyon groteszk jelenet, ami itt kibontakozik. Ez a csúszással összepréselt anyag láthatólag nem tud mit kezdeni magával, akkordok bögdösik, de különösen céltalannak és nyugtalanítónak tűnik az egész jelenet. Arra gondoltam, bár tulajdonképpen Isten őriz, hogy ez meg is valósulja, hogy animációs filmek roppant hatásos kísérőzenéje lehetne ez a jelenet, mert annyira érezzük a groteszkségét és az irányait, a mozgását. Tétel vége arról tanúskodik, hogy ez a tanástalanság, hogy megrekedt a zenei folyamat, ez valóban nem vezet sehová, mint hogyha nem lenne visszaút.
A lehető leglezáratlanabbul, vagy legnyugtalanítóbb módon ér véget ez a tétel. Nem is befejezés, inkább megszakításként nevezhetjük. Semmi sincs megoldva, eljutottunk egy amorf végpontig, de nem látjuk, hogy innen hova vezet az út. És végül a cselló, mintha megelégelné ezt a csúnya és sehová nem vezető görcsös erőlködést, egy egyszólamú magányos énekbe kezd, ami aztán átvezet a következő tételhez. Ezen a ponton érdemes visszapillantani és összegezni, hogy mi is történt. Hallottunk egy lassú tételt, prima parte, írja be Bartók a Kottába, aminek a végén bizonyos témák visszaidéződtek, nagyon szépen megdicsőülve, de korántsem az egész forma, korántsem volt igazi, megnyugtató visszatéréshez. A seconda parte, ez a gyors második rész, amit meg most hallottunk, ez kifejezetten egy mindenfajta megnyugtató, lekerekítő mozzanatot befejezés nélkülözött, megoldatlan problémák egész sorát hagyta maga után. Nagyon érdekes, hogy a fogalmazvány tanúsága szerint, amit jól ismerünk, Bartók legtöbbet ezzel a hellyel, a seconda parte végével bíbelődött. Egyfajta tanácstalanság volt a komponálásban is, ezt Somfai László tanulmányából ismerjük, aki földolgozta ezt a folyamat fogalmazványt. Minthogyha Bartók maga sem tudta volna, hogy hogyan tovább, és valószínűleg ebben a pillanatban született meg a kvartettnek ez a sajátos formája, hogy tudnék a két 5-5 perces lassú és gyors tételpárt együtt foglalja össze majd a következőkben, és ezeket a megoldatlan, elkötetlen szálakat majd így köti össze. Nagyon érdekes még, ami a fogalmazmányból, a papírokból, a papírfajtákból, a hajtogatásból kiderül, hogy Bartók eredetileg egy hagyományos, gyors, lassú, talán gyors tételt képzelt el, tehát elsőként a gyors tétel anyagát vetette papírra, és csak egy utólagos gondolatként jött az, hogy nem ez lesz a forma, hanem lassú-gyors, ami hát szintén ismert a korábbi műveikből is, és aztán ez a furcsa összegző befejezés. Föl is írja annak a harmadik tételnek az elejére, ami most következik, hogy recapitulazione della prima parte, azaz az első rész rekapitulációja, reprise, azaz az első rész összegző megismétlése. Csak hogy ami következik, az korántsem egyértelmű és magától értetődő, a forma egyáltalán nem egyszerű. Olyan cikket is olvastam már, ami megkockáztatja, hogyha nem írná föl ezt a címet Bartók, a gyanútlan hallgatót legalábbis a harmadik tétel első felében fel sem ismerné, hogy itt valójában az első tétel a prima parte visszatéréséről van szó. Tehát kifejezetten demonstratíve írja ezt oda Bartók, hogy igenis, keressétek ebben a következő tételben az első tétel visszaidézésének mozzanatait. Ide vág egy olyan Bartók interjú részlete, ami Dönej Dillel készített vele 1937-ben, amikor Bartók ezt mondja, idézem, az én vonós négyeseim dallamvilága lényegében nem különbözik a népdalokétól, csak épp hogy foglalatuk szigorúbb. Bizonyára megfigyelték, hogy nagy hangsúlyt helyezek a technikai feldolgozás munkájára, hogy nem szeretem a zenei gondolatot változatlanul megismételni, s egyetlen részletet sem hozok vissza ugyanúgy. Ez az eljárás a variálásra, a témák átalakítására való hajlamomból fakad. Az a szélsőséges változatosság, mely a mi régi népzenénkre jellemző, egyben a magam természetének megnyilatkozása. Most ez a variáló hajlam, odáig megy, hogy bizony-bizony szellemi erőfeszítést kell tennünk, legalábbis a harmadik rész első felében, hogy azonosítsuk, mit is idéz vissza Bartók mindabból, ami a prima partéban elhangzott. Figyelmes füllel kell tehát hallgatnunk. Talán emlékeznek még a prima parte arra az érzelemgazdag pillanatára, amit hát ilyen melléktéma funkciónak neveztem. Ez így hangzik. Thank you.
A harmadik rész a rekapitulációne elején a brácsa és a csellónak egy bensőséges párbeszédét fogjuk hallani, és ebben az anyagban az a nagyszerű, hogy már önmagában is két dolgot foglal össze egyszerre. A cselló ebből a fajta anyagból fog építkezni, amit most hallottunk az első tételből, a brácsa pedig annak a háromhangos népies motívumnak egyfajta változatát hozza, azzal a világgal rokonítható motivikáthoz, amit az első tételben olyan fő témaként megünnepeltünk, de persze kicsit másképp hozza ezt a három hangot. És egészen jelzésszerűen az éjszaka zenéjének a neszei is megjelennek ebben a szakaszban. És a glisszandó, a csúszkálás is. A következő szakasz konkrét előképét még úgy se lehet megtalálni a Prima Partéban, mint ennek az imént hallott részletnek, de mégis kiderül róla, hogy az a háromhangos népi motívum, ami az első tételben olyan fontos volt, valamilyen módon abból táplálkozik, az élteti ezt az egész formarészt. Egy nemesen patetikus, kicsit lemondó hangvételű anyag ez, és érdekes, mintha a csellónak jutna ebben a darabban az a lélektani szerep, hogy a lelki mélypontokból fölrázza társait. Itt a cselló emblematikusan egy háromhangos pentaton motivumba kezd, és erre a felszólításra lép be aztán a hegedű egy gyönyörű dallammal, és ezt az egész háromhangos népies motivumot egy ötfokú pentaton kicsit elszínezett, de nagyon népi, ihletésű éneklésé fokozza. Megint csak a vázlatokra és a fogalmazványokra pillantva Somfai László kimutatta, hogy Bartók sokat bíbelődött ezzel a hegedű dallammal, már megvolt a négy szólam, amikor csak az első hegedű anyagát kijavította, hogy még szebb, még éneklőbb, még népdalszerűbb legyen, mint hogyha ez a szépség és ez a népdalszerű szépség egyfajta vigaszul szolgálna a formának ezen a pontján, és hogy itt vigasztalni kell, hogy itt vigaszról van szó, azt az is mutatja, hogy ennek a formai szakasz a végén valaminek az elsiratásáról van szó, mindegyik szólamon, mind a négy hangszeren végvonulnak ilyen síró, sóhajtó figurák. Innentől kezdve egyre könnyebb lesz azonosítanunk, hogy mit is ismétel vissza Bartók ebben a harmadik tételben a Prima Partéból. Egy olyan szakasz következik, aminek mondjuk négy elemét azonosíthatjuk, a dallam följajdulását, utána a dallam és az akkordok összecsapásának egy pillanatát, ezeket a speciális martellátó hangképzéssel képzett kalapácsütéseket, és aztán ezt a furcsán csúszkáló, felejthetetlen pillanatot. Ez a folyamat így összefoglalva így hangzik a Prima Partéban, az első tételben.
És most hallgassuk is meg mindjárt, hogy hogyan tér vissza mindez ebben a rekapitulációnéban. Ha most interpretálhatnám, hogy mi is történt ebben a visszaidézésben, és nem zenei terminusok oldalán, hanem ilyen lélektani szemmel néznék rá erre a szakaszra, akkor azt mondanám, hogy a harc már eldőlt, méghozzá a reménytelenség irányába, a veszteség irányába dőlt el. Fantasztikusak azok a szinte élettelen akkordok, amik megszólaltak az előző szakaszban, ez a reményvesztettség szimbóluma. Érdekes, hogy ez a csúszkáló, glisszantó szakasz még hosszabban fejlődött ki. Tehát ha itt érne véget a kvartett, akkor leszögezhetnénk, hogy akár csak a második vonósnégyes, ez a mű is a gyászba és a fagyhalálba torkolott, és a reménytelenség hangján ér szívszorító véget. De nem itt ér véget, hanem következik egy kóda. Bartók nem írja ki a negyedik utolsó tétel elé, hogy recapitulazione della seconda parte, tehát hogy a második, a gyors résznek a reprize ez, de mégis erről van szó. A második gyors tétel szintén erősen megváltoztatott visszatéréséről van szó. De hogyan? Emlékezzünk rá, hogy hogyan hangzott a Seconda Parte-ban ez a nevezetes barbár népies, vagy mások szerint nőiesnek tartott forgó témája. És hogy hogyan alakította át ugyanezt a témát Bartók a fugátó számára egy vicces, könnyed leggero témává. Most ugyanez a téma kell életre, de szinte felismerhetetlen módon, szellem alakban. Azért tűnik ilyen kísértetiesnek ez az egész szakasz, mert az a bizonyos sul ponticello játékmód és az iszonyatosan gyors tempó miatt a konkrét hangmagasságok felismerhetetlenek, csak egy rohanást és suhanást érzékelünk, és ebből a kísérteties ködből csak lassan-lassan egyszer csak elénk robban az a forgó témának a duhaj alakja, ahonnantól kezdve már egyértelmű, hogy mit is idéz vissza Bartók. És végre ebben az elementáris erőt felszabadító, nagyon erősen népzenéből táplálkozó, dinamikus, erőteljes szakaszban megszületik a megoldás, megszületnek megoldások mindazokra a felvetett, de meg nem oldott kérdésekre, amit a Seconda Parte maga után hagyott. Azt lehetne mondani, hogy a hallgatónak lassan megszületik az az érzése, hogy most már célban van, finálé érzése kezd lenni. Harc és szembenállás itt is van, például amikor egy négyhangos skálamenetbe ütközik az az egész roppant zenei folyamat, és így egymásnak feszülnek az energiák, és aztán ez a négyhangos kis skálamenet fölfele és lefelé vezetve összezár. Thank you.
szinte sajnálja az ember megszakítani a finálénak ezt a forgatagát, mert Bartók, mint a nagyszerű operaszerzők, most minden szereplőt a színpadra hív, most teljes lesz a gárda, ami ebben a folyamatban részt vesz, és mindenkivel nagyon érdekes jellemváltozások történnek. Az a forgó motívum egyszerre kiegyenesedik, és most már nem saját tengelye körül forog, hanem fölfelé tör. És az első hegedű sarkában ott liheg a második hegedű, annyira szorosan követi, és ez is fokozza a zene izgalmát. Közben a glisszandók is felidéződnek, ezek a csúszkálások, és hát kedves ismerősünk, ez a Elefánt a porcelánboltban harmadik téma, amelyik ilyen páros lüktetésű a páratlan lüktetésben ugyancsak megjelenik. Van egy érdekes kis különbség ennek a harmadik témának az itteni megjelenése és az eredeti felbukkanása között. Ennek most érdemes utána erednünk. Idézzük csak föl, hogy hogyan is hangzott fel a Seconda Parte-ban ez a téma. A visszatérésben pici bővülést iktat be, kéthangos bővülést iktat be Bartók az egyes népdalsorok után. Ha figyelmesen hallgatjuk, akkor talán hallani fogjuk. Megint egy érdekes, tanulságos kis történettel lettem gazdagabb ennek a műsornak a készülése során. Tornyai Péter elmondta, hogy amikor a Klasszikus Kvartett 2 évvel ezelőtt Kurták Györggyel tanulta, próbálta ezt a harmadik vonósnégyest, Kurtágnak szöget ütött a fejébe, hogy az ismétléskor miért hosszabbítja meg ezzel a két hanggal Bartók ezt a népdalszerű témát, és aztán homlokára csapva megvilágosodott, és eszébe jutott a Bolhási kertek alatt Kata című népdal, amelyik zseniális, én a kislányommal gyerekkorában megpróbáltam énekeltetni, ugye első, második és a negyedik sorban hozzá kell tenni ezt a Katát, a harmadik sorban nem, ezt ő mindig elrontotta. Tehát ez a furcsa kis bővülés, ez a Kata, ami tehát a népdalban megvan, ez adta az ötletet Bartóknak, persze lehet, hogy nem konkrétan, hanem ösztönösen, minden esetre ez a kis példa is mutatja, hogy mennyire ugyanúgy, ugyanolyan strófra jár az agya, mint a népzenében, a népdalokban, ugyanúgy gondolkodott a saját zenéjéről is. A kvartett ezzel a fantasztikusan energikus népi forgataggal csendül ki. Most az utolsó részletet meghallgatjuk, ahogyan a mű befejeződik. Még ennek a sántikáló témának a megfordítását is, a visszafelé haladó irányát is hallani fogják ebben a nagy forgatagban. És ezeket a roppant energiákat csak hatalmas akkordok tudják megfékezni, illetve nem is megfékezni, hanem inkább új, még nagyobb, most már ilyen artikulálatlan energia bombaként kirobbantani, és ezzel a vad erőteljes gesztussal ér véget a mű. Most már a három kvartettre visszatekintünk, láttuk, hogy az első visszatérés az életbe. A második az a teljes halál, a kivonulás az életből címet kaphatná. Ez pedig hát egy nagyon erőteljes kirohanás a világból, vagy valami nagyon erőteljes gesztus. Vitatkozzanak velem, hogyha nem értenek egyet, de ebbe valahogyan nagyon-nagyon konkrét emberi helyzetet, vagy lelkiállapotot tudok azonosítani. Ez egyfajta férfi indulat,
ez a minden nehézség ellenére, amit a műből annyira világosan a diszonanciákon keresztül kiderült, ez a sose halunk meg, mégis felülkerekedünk érzés, ha nem lenne félreérhető, azt mondanám, hogy egyfajta ilyen csárda jelenet ez. Csodálatos erődemonstráció, ami valahogy Adi bizonyos verseivel, vagy Móricz nekikerséredett férfi hőseivel hozható párhuzamba. De hát egy sokkal konkrétabb Bartók mű is eszembe jutott, az elmúlt időkből férfikari mű, aminek az egyik tétel úgy ér véget ezekkel a szavakkal, hogy csak azért is mégis élet az élet. Ennél jobban nem tudnám összefoglalni, hogy hova torkollik ez a fantasztikus forma, és hát záró gondolatként elmondható, hogy a világ még itthon is, Magyarországon is és külföldön is azonnal felfogta, hogy egy remek művel van dolga. Tóth Aladár és más neves kritikusok azonnal ünnepelni kezdték, amikor a magyarországi bemutató megvolt, és mint említettem, ennek a Philadelphia alapítványnak is elnyerte a díját, 3000 dollárt, ami nagyon jól jött akkor Bartóknak. De hát ennél is fontosabb, hogy most már a vonós-négyes műfajban egy harmadikféle dramaturgiát, egy harmadikféle választ, és egy nagyon egyedi és nagyon különös formai koncepciót valósított meg. Hallgassuk meg együtt ismét a harmadik vonós négyest.
Thank you.